havárja helyzet esetén a zöld táblákkal jelzett útvonalon tudunk menekülni. Gondolok itt bomba, riadó, tűz, tömegverekedés, egyéb más esetekre. A teljes vitafórum képanyagban, hanganyagban rögzítésre fog kerülni, amelyet később meg is fogunk osztani. Tehát küzd, kincsé lesz gyakorlatilag téve. Ezt kérjük tudomásul venni. Megkezdenénk a vitafórumunkat. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szabó István vagyok, aki ezt a mai programot moderálni fogom. Én magyar fajtán a kuvaszban vagyok érintett. Szeretném ott kezdeni a bemutatkozásunkat, hogy két fiatal ember nevét kell megemlítsem, Szabó Jád és Obermeyer Zoltán, akik gyakorlatilag a rendezvényt megszervezték, a lehetőséget biztosították arra, hogy Barta László, aki a Szemtől Szemben Vita Fórumot vállalta, lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a dokkasztos videók feltörlése után kialakult különböző fórumokon, csatornákon felmerülő kérdésekre, vitalindító gondolatokra személyesen is megnyilvánulhasson. Köszönjük Lacinak, aki egyébként Csíkszeredából érkezett, aki esetleg ezt nem tudta. Azért tartották a fiúk fontosnak ezt a rendezvényt, mert egyrészt annyi kérdés érkezett ezekre a csatornákra, amiket ott megválaszolni igazán, de azért lehetetlen lett volna. Igen. Illetve olyan sok kritika észrevételről van információ, amik egy része nyílt, másik része zárt csoportokban zajlott le, hogy lehetővé kellett tenni azt, akik ezekkel a kérdésekkel, kritikai észrevételkel jöttek, hogy jönnek el és személyesen vitassuk ezeket a dolgokat meg, ütköztessük a véleményeket, és egy jó hangulatban, remélhetően konstruktív, építőjellegű észrevételre tovább tudjunk lépni. Na most a meghívókat nem küldtük nyilván senkinek, de akik érintettnek érezték magukat, vagy megszakadtan érezték magukat, bízunk benne, hogy eljöttek. Akik nem jöttek el, egyrészt azért fogjuk közé tenni a videót a későbbiekben, hogy újra legyen zárt csoportokban témájuk, hogy miről beszélgessetnek. Másrészt pedig azért, mert hát a legközelebbi hasonló rendezvényre mégis előtt fogunk magukban érezni, hogy eljöjjenek. Jó. Tehát akkor várom a kérdéseket, ha annyit azért hadd ismételjek meg, hogy először inkább a valódi kérdést, ami információt igényel, amire információt kérnek tőlem, és akkor a második részben lenne az, amikor esetleg provokatív kérdés, vagy egyenesen kritika fogalmazódik meg, akkor azt hagyjuk a második részre. Jó, ezt így megköszönném, ha betartanák ezt a sorrendet. És akkor várom az első kérdést. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni a Barta úrtól, hogy a pásztor kutyákat elméletileg a saját helyükön lehet megtudni, hogy milyenek, ott lehet lepróbálni őket. És a jelenlegi populációra hogy lehetne egy szelekciós nyomást kipróbálni, hogyha mindegyik kutyát csak a saját helyén lehet kipróbálni? Hogy lehetne ennek valami ötlete van erre esetleg? Hú, nem biztos, hogy jó értem igazán ezt a kérdést. Próbálok rá válaszolni, és akkor esetleg korrigálja. Tehát arra gondol, hogy van egy populáció most is, amelyek dolgoznak a saját területükön. Nem, hanem országszerte. Tehát a magyar populációt, hogy lehetne populációt igazán komplex pásztorkutyás szelekciós nyomásnak alávetni? Igen, hogy lehetne lepróbálni azokat a kutyákat, amik a lakosságnál vannak esetleg, hogy a további tenyésztésbe vagy tartásba kapjunk egy képet arról, mert hogy a pásztorkutyákat csak a saját helyükön lehet lepróbálni. Nem tudom elvinni az erdőbe. Igen, azt hiszem értem. Próbálok válaszolni, és korrigálni, hogyha nem. Jó, úgy válaszolok, ahogy várná. A lényeg az, hogy a pásztorkutyákat valóban teljességében, komplexen csak a saját környezetükben, csak a saját élőhelyükön, saját terepükön, a saját munkájukban lehet letesztelni. De és ez egyfajta lehetőség, hogy vannak olyan résztesztek, vannak olyan rész megfigyeléseket lehet eszközölni pásztorkutyánál, amely bizonyos rész tulajdonságait megmutatják a kutyának.
Most hadd mondjak gyorsan egy példát. Például a pásztorkutyán, hogy nagyon tudjuk, hogy a nagyon fontos a falkában való létezés képessége, tehát hogy tudjon falkában lenni. Most hogy nálam is az van, hogyha megszetnek a kölykök, akkor egészen 6-7-8 hét, akár még 4 hónapos korúban is van, hogyha télen születnek, hogy még nem kerülnek ki a nagyokkal ki a nyáj mellé, hanem bent vannak a farmon. De már ott meg lehet figyelni a kölykök között bizonyos pásztorkutyás tulajdonságokat. Gyorsan mondok egyet. Nagy probléma például az, ugye, hogy én kedvelem a keleti kutyákat, és ott elég magas az agressziós szint, a dogagressziós szint, és ott már látjuk a kölyköknél, hogy vannak verekedősebbek, és vannak kevésbé verekedősek. És akkor az már egy szelekciós nyomás lehet, és meg is történik, és sokszor kényszerűen kell kivenni egy kölyköt, mert annyira agresszív, annyira arrogáns, annyira terrorizálja a többit mondjuk etetésnél, hogy akár meg is ölik már 4 napos korukig a többiek. És akkor kénytelen vagy kiemelni, ha nem akarod, hogy megöljék, de van, hogy már előtte kivesszük, amikor látjuk már, hogy nagyon necces már a helyzet. Tehát egy például ez egy, még nincs a területén, még nem végzi a munkáját, tulajdonképpen egy kölyök, de már, ha már 3-4 kölyök van együtt, ezt például már lehet szűrni. És ez nagyon fontos lenne, főleg a keleti pásztorkutyáknál, ugye, ahol állandóan az a veszély van, hogy átlendülnek a hiperagresszióba, hogy ezt állandóan venni ki, mert nem kell, és ezt mindig mondom, hogy nem a verekedős kutya kell, hanem amelyik tud adott esetben jól küzdeni, de a verekedős kutyára nincs szükség. Tehát, hogy ez például egy ilyen dolog. Vagy a bundás teszt, a híres és hírhet bundás teszt is, amikről rengeteget lehet vitatkozni, beszélgetni, de mégis azt mondom, hogy tökéletlenségében is valamit mutat, ad egy információt, amit aztán lehet sokféleképpen értelmezni, de legalább van egy információnk, azokat össze lehet hasonlítani egymással, különböző kutyák teljesítményét adott esetben, és ad egy skálát, és ezen belül egy tenyésztői szervezet eldöntheti, hogy ezt a skálát hogy értékeli. Érti? Tehát, hogy most mondtam egy kölyökkori dolgot, egy dogagressziót, egy falkán belül agressziót, a másik meg az ember elleni agresszió, illetve az ember elleni bátorság. Tehát, hogy vannak rész területek, amit akár Magyarországon is, ha komolyan gondolná egy tenyésztő vagy egy tenyésztői szervezet, vannak olyan dolgok, amiket már le lehetne tesztelni. És ez nagy előrelépés lenne már, ez is, még akkor is, hogyha ha nincs terepen, mert még ebből a szempontból sem szelektáljuk a kutyákat. És ha már ezeket megtennénk, és most nem akarok többet felsorolni, mert nem akarok kimenni az időből a többi résztvevőnek a rovására, időrovására, nem tudjuk, mennyi lesz a kérdés, nem tudjuk, mennyire húzódnak el a viták, úgyhogy próbálok nagyon feszesen, inkább csak ízelítő szinten maradni, hogy vannak lehetőségek arra, hogy már akár urbánus környezetben is, vagy rurális környezetben is bizonyos dolgokra figyeljünk, azokat érvényesítsük szelekciós nyomásként, és akkor már nem esik olyan zuhanó repülésbe a pásztorkutyás minőség, akkor már lassul ez a romlás, és ezeket az előre így kiválogatott kutyákat visszahelyezve már nagyobb százalékban válnak be. Vagy most hadd adjak egy harmadikat, és szeretném a hármas számot, például a táplálék hasznosítást is már tudjuk kölyökkorba érzékelni, hogy látjuk, hogy mennyit eszik egy kiskutya, vagy mennyire falánk, már az is egy szempont, már rögtön kettő itt kapcsolódik. Látjuk a falánk kiskutyát, ami nem kell, de látjuk a rosszul levő kiskutyát, ami szintén nem kell. Az kell, amelyik jól eszik, de ha van lehetősége rá, de nem falánk. Ha kimegyünk vele sétálni, nem állandóan az élelmet keresi, nem azon jár az esze, hogy hol lehetne valami kajához jutni, illetve látjuk, hogy hasznosít akár. Tehát, hogy egy csomó, mondom, most nem tudom felsorolni, nem is készülhetem előre föl a kérdésére, de ezek villannak így be, és az időhatáron belül ezt így remélem sikerül érzékeltetni, hogy lehet akár házaknál is, tenyészetekben is adott esetben egy csomó mindenre szelektálni, egy csomó minden érvényesíteni, és ha az így a tenyészet állomány, ha kihelyezzük ott, ahol tényleg komplexen, már sokkal kevesebb esik ki, sokkal gazdaságosabbá válik ez a folyamat. Szuper, Laci, bocsánat. Bocsi, oké, jó, hogy szóljál nyugodtan rám, mert aztán elszállok. Hármas szám bűvületében maradom, akkor ez 6 perc volt, akkor ez 2x3 volt. Köszönöm szépen, elnézést kérek, Erdő Tibor vagyok, Fócsére. Gyerekkoromban a kutyák érdekelnek, kutyás vagyok én. Hasznosnak találta a választ? Igen, köszönöm, csak még annyit szeretnék, hogy esetleg ez, amire most nincs idő, a későbbiekben, hogy pontokba lehetne szedni ezeket a szempontokat. Szerintem az hasznos lenne, hogy tudjuk, hogy amennyiben egy 10 pontot. Igen, amennyiben van rá érdeklődés, igen. 10 pont lenne esetleg. Igen, persze. Ha megengedetre válaszolok, gyakorlatilag a kérdéseket abban maradtunk, hogy rögzítjük. Tehát az összes kérdés fel lesz listázva, és hogyha olyan vitaindító, olyan témaindító kérdések fognak
hogy olyan konstruktív építőjelő kérdések lesznek, amiket meg kell mutatni, arra szervezünk egy másik fórumot. De most az időkorlát miatt még egyszer mondom, hogy sajnos irítálni kell, kicsit moderálnunk kell a válaszolót itt, illetve a kérdezőket is. Köszönöm, következő kérdést akkor szeretném. Sziasztok, Serfőzök Krisztián vagyok, és a kérdésre szeretnék visszatérni, hogy ez tök jó dolog, hogy szelektáljuk a kölyköket, de én a másik oldalra jövök, én a vásárlói oldalra jövök, hogy honnan tudom én, amikor elmegyek egy tenyésztőhöz, az a tenyésztő kivette az alomból azt a, mit tudom én, dogagresszív, kutyaagresszív kutyát, esetleg a, tehát kiválogatta azokat a kölyköket, amik nem alkalmasak arra, hogy tovább vigyük őket, illetve nem alkalmasak arra, tehát nem kéne, hogy emberhez kerüljenek. Mert honnan fogom én tudni, mint vásárló, aki szeretne egy jó kutyát, hogy ez a tenyésztő nem egy problémás kutyát sózott rám, mint jelen pillanatban küzdök egy mudival, már 8 éve. És szeretnék egy jó kutyát. Tehát honnan tudom, hogy ez a tenyésztő azt fogja mondani, hogy ezt a kutyát öcsém elviheted, és ez meg fog felelni neked. Tehát erre is ki kéne alakítani egy rendszert. Köszönöm szépen. Ez annyira kényes és annyira komplex kérdés, hogy kb. 2 órát lehetne róla beszélni. De csak 3 percem van rá, úgyhogy egészen vázatos lesz, egészen elnagyolt a, nem is tudom hirtelen, hol kezdem. Az egyik nagyon fontos dolog, az tudni kell, hogy amiket, hogy annyira bonyolult, fú. Az előbb, amit mondtam, az az egyik véglet, amikor úgy gondoljuk, hogy ki tudjuk venni a jó kutyát. Például a dogagresszió. Az egy nagyon jól látható kölyökkorban is. Ott meg lehet menteni a vásárlót egy ilyen katasztrófát, hogy oda kerüljön hozzá egy olyan kutya, mert aztán nem tud kimenni, mert megy bele minden kutyából. De vannak olyan tulajdonságok is, amiket kölyökkorban nem tudunk, illetve látunk, van egy szintje, de nem tudjuk, hogy nagykorában hova fog az a szint eljutni. És ilyen, az így tud megtörténni az, hogy a tenyésztő, aki akarna a legjobbat megtartani, mert tulajdonképpen az igazi jó tenyésztő magának tenyészt, és kiveszi ő magának a kutyát, és amit eladott, az lesz a jobb annál, ami nála van, és akkor megy a vita, hogy most legyen tenyésztés azzal az eladott kutyával, vagy nem. Van ez a véglet is, de van az a véglet is, amikor olyan kutyát ad el, ami tényleg nem fog beválni. És esetleg úgy adja el, hogy tud róla, de úgy gondolja, hogy annak a laikus felhasználók jó lesz, vagy úgy adja el, hogy nem gondolja, ő sem, nem látja még a kölyökbe, hogy felnőttként nem lesz jó. Tehát, hogy önhibáján kívül, és ez egy, mivel nem egy, mindig azt mondom, hogy könnyű egy asztalosnak, mert egy asztalos, ha jó, tegyük fel a szakmájába, akkor ugyanolyan minőségben tudja legyártani az asztalokat egyiket a másikba. A kutyatenyésztésben ez nem működik. Tehát lehetsz a világ legjobban képzett genetikai szakembere is, de a tenyésztésnek egy része szerencsedobás, szerencsejáték, ugyanis a genetikai a kombinálódás véletlenszerűen zajlik, úgyhogy nem tudhatod, hogy mi fog kijönni, akár két jó kutyát is összerakhatsz, és akárhányszor megtörténik, hogy két klasszis kutyából átlagos kölykök jönnek. Ez is meg tud történni. A másik az, hogy nem látod kölyökkorba, hogy melyikben milyen potenciál van felnőttként. Tehát a kölyökkori szintet látod, most mondjuk egy nagyon banális példát, hogy látod, hogy melyik a legerősebb a farkában, melyik dominálja többit, még akkor is, ha nem túl agresszív, mert ez a jó, hogyha nem túl agresszív, de adott esetben látod, hogy ő a vezér. És nem biztos, hogy így marad. És te vezért akarsz kivenni, és kivetted azt, ami kölyökkorban vezérnek tűnt, vagy az is volt, de később egy másik elhagyja, mert hogy az érésben is tempókülönbség van. Van kiskutya, amely később érik, van, amely korábban érik. És a korábban érő először úgy tűnik, hogy oké, jó, de a lassabban érő meg aztán egyszer csak 2 évesen ott van, hogy sokkal jobb, mint az a korai érő. És az egy másik kérdés, hogy a pásztorkutyánál ez a jó, hogy későn érjen. De annyira bonyolult, és annyira nem lehet kontroll alatt tartani egy részről, és a másrészt hadd mondjam el, hogy persze a tenyésztő személye, a tenyésztő moralitása, és ha lesz esetleg lehetőség még előadási tartalom, egyik témája ez lesz, hogy a morális problémája a tenyésztésnek.
Azt mondom, hogy erre egyébként az emberi tényező is előadása. Igen, azért mondom, hogy csak jelezni akarnám, hogy esetleg, hogyha lesz lehetőség, tudok ebből az oldalról egy kicsit válaszolni, hogy valóban vannak tenyésztők, a szaporítók, akiket csak az érdekel, hogy realizálják azt a 200 ezer, azt a 150 ezer forintot, és vannak olyan tenyésztők, akikről ismerek ilyeneket, hogy bizonyos kölyköket már nem ad el, mert tudja, hogy azok nem ütik meg azt a szintet, ami az ő nevéhez passzolna. Ilyen is van, a két véglet. Mindent elad, minél többet, és a másik, hogy a legjobb tudása szerint igyekszik jó kutyákat adni, ez gyakran legtöbbször bejön, de nem mindig, még neki sem. És akkor nem erre van jövő, az, hogy... Köszönjük. Most már jó volumen, ez csak 4 perc. Fejlődés mutatkozik azonban a helyzetben. Következő kérdést szeretnénk. Sziasztok, Ipolyi Bea vagyok Vácról. Akkor én tovább árnyalnám ezt a kérdést, mert mondjuk megszületett 8 kölyök. Azt mondja a tenyésztő, hogy hát az agresszív lett. Mit csináljon vele? Illetve a másik szelekciós kérdés, hogy mire szeretné adni. Tehát nagyon sokan visznek akár Ázsiát, akár Kangat családi kutyának, mert én úgy gondolom, hogy nem alapvetően erre való, de lehet, hogy oda a kertbe éppen jó, de egy nyáj mellé már nem lenne alkalmas. Tehát ezt mit csinál a tenyésztő azzal a kutyával, ami azt mondja, hogy hát ez meg fogja enni a családot is, meg a kecskét is. Igen, hát ezt így előre nem lehet tudni, de nagyon érdekes jelenség az, nekem is írnak úgy emberek, hogy kellene nekik egy kutya, de nem kell olyan csúcspásztor kutya, neki az is elég, ha jól őrzi a területét, és jól el van a családdal. És akkor azt mondjuk neki, látjuk, hogy van egy kiskutya, amelyik hát a bárányokkal szívesen játszana, szívesen cibálná őket meg, többször is meg kell fenyítsük, hogy ezt ne csinálja, és jelentkezik egy család, ahol nem lesz bárány, nem lesz házi állat, csak a kutya, vagy egy másik kutya, és akkor azt mondjuk, na, oda pont jó. Tehát nem tökéletes pásztorkutya, már látszik, hogy pásztorkutyaként hibás, de annak a családnak pont jó, mert ott nem lesz ilyen igénybevétel. Tehát ez a szerencsés eset. A tenyésztésnek a borzasztó nehéz része az, amikor egy olyan kutyát látsz, úgy gondolod, hogy tulajdonképpen nem is kéne legyen az a kutya. Na ez a legkényesebb, főleg a mai világban. Tehát hogyha látod egy ilyen kutyát, hogy olyan defektusa van, hogy se családban nem tudod elhelyezni nyugodt szívvel, se nyáj mellé nem tudod elhelyezni nyugodt szívvel, akkor azzal mi legyen. És a nyáj mellé azért, hogy mondjam, ez nagyon durva fog hangzani, azért jó a nyáj mellett helyezni, és tényleg durva lesz, esetleg kivágjuk, hogy ott úgy pusztul el, hogy nem te kell megtett. Vagy a társai ölték meg, vagy egy farkas ölte meg, vagy egy medve ölte meg, tehát a nyáj mellett azért jó, mert a legtöbb defektus nál nem te kell döntsél, nem te kell a piszkos munkát elvégezni, hanem elvégzi a természet, elvégzi a környezet. A városi környezetben ez nem tud megtörténni, és ezért ez egy nagyon-nagyon komoly morális dilemma, hogy akkor ezzel mi legyen. És ezért kellene nagyon figyelni a tenyésztőknek, hogy tényleg a tőlük telhető olyan értelemben hozzák össze a szülőpárt, hogy még a nagyszülőkre is figyeljenek oda, és ha a rendelkezésre álló információból a lehető legjobb kombinációt hozzák ki, de visszacsap a saját farkába, hogy nincs információ, mert nem látjuk eredeti területén, és azok a részterületeket sem nézik meg az emberek. Tehát nem viszik el bátorságpróbára, nem tartják farkába őket hosszabb ideig, már 6 hetesen eladják a kölyköket, egy kölyökként kerül valahova, nem látod a túlzó dolgagressziót benne, tehát hogy millió probléma van ebből, de... Ezzel jár. Igen. A szelekció azért nagyon kényes, nagyon durva. Hát ha ezt is ki lehet majd bontani ebben a... Igen. Kapcsolódnak ezek. Igen. Következő kérdést várnánk. Bocsánat, Gábor, ott a hátul a szemüveges fiatal emberről a következő. Sziasztok, Németh Endre vagyok. Régi és régi kutyás családba születtem, és nagyon szeretem a kuvaszokat, és nagy tisztelője vagyok itt a mind a két teremű úriembernek. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye elhangzott egy ilyen mondat, hogy két kérdésem az egyik, hogy ha nem megfelel a kuvasznak a sztenderdje, én a kuvasz párti vagyok, vagy szeretem a kuvaszt, ez egy ősi magyar fajta, fantasztikus, hogy kinéz egész, szerintem egy csodálatos élőlény, és hogy azt mondjuk, hogy nem jó a sztenderdje. Oké, de akkor írjuk le, ez 3-5-10 oldal, nem tudom, és akkor, hogy mire gondolnánk, hogy milyen lenne az a jó, írjuk le, legyen egy vita, hátra ez belőle valami lehet, hogy nem tudom. Igen, de hogy a kritikai élen kívül
tegyünk is le valami gyakorlati plusz, igen, mi ezt szeretnénk, így legyen, úgy nézzen ki, és a másik, hogy ezek a, hogy valahogy ezeket a személyiségpróbákat, hogy árnyalni, tehát az, hogy az a jó, hogyha megharapta a gazdáját is, tehát hogy valahogy a kutyának nagyon, nagyon komplexnek kell lennie, mert ahogy mondtad, nem piszkálhatja az állatot, bizonyos helyzetben nagyon lágynak kell lennie, nagyon keménynek kell lennie, tehát egy nagyon komplex, tehát hogy valami ilyen próbát kidolgozni, és akkor vagy elindulunk ezen az úton, vagy nem. Ugye nem egyszerű helyzet a helyzet, mert valóban Magyarországon nincsenek farkasok, medvék, mikor jönnek is be. Tehát valóban egy nem egyszerű helyzetről van szó. Ugyanúgy, mint nagyon sokszor egy orvosnak hullákon kell kísérleteznie a műtétet, mert nincs hogy gyakorolnia. Tehát nem egyszerű helyzet, de ezzel azt gondolom, hogy meg kell tennünk a maximumot. Igen, de végül is, hogyha még egyszer a kérdés magát megfogalmazná konkrétan. A standard? Hát, annyi standard van a fejemben, meg annyi minden, hogy nem tudom, most kéne olvassam a Kova standardet, és akkor úgy menjek végig esetleg, hogy mi a hibái, ebbe biztos, hogy 3 percben nem fér bele. Hadd legyek, két dolgot vegyek ki, egy általánosat. Az általános az például, hogy maga a standard azért problémás, ahogy írják egyiket a másikról, mert én azt gondolom, hogy a legtöbb standard úgy íródik, hogy már meglévő standardből dolgozzák át a úgynevezett szakértők a maguk fajtájára, ez az egyik. A homogenizálás, amiről már korábban beszéltem előadásban is, meg valószínűleg interjúban is, erre nem térnék nagyon ki, de az már probléma, hogy a standardek egy nagyon konkrét típust írnak le, és nem engedik meg egy típuskálát, egy típus variációkat nem engednek meg. Tehát ebben a szempontból minden standarden kéne lazítani. Ez most egy nagyon általános dolog. Vagy vegyek egy nagyon konkrét dolgot, például például az beleírni a standardbe, hogy élete árán is véd, az egy óriási csapdának érzem, mert akkor minden kutyát ki kell dobni, amelyik nem fogja meg a bundát, mert hát most mi egy bunda, az még nem is az élete árán kell megfogja, de az meg öngól lenne minden kutyát kidobni, ami nem fogja meg a bundát. Ez a bundás tesznek a problematikája tartozik, ami nagyon bonyolult, de hogy egy ilyen állítást, ami nagyon beszűkíti a spektrumát a kutyáknak, ezeket ki kellene ejteni belőle, mert vagy az van, hogy öngólt lövünk vele, vagy az van, hogy nem tartjuk be. Mint ahogy szerintem ma zajlik a magyar pásztorkutya tenyésztésben, hogy amit ígér a standard, azt a tenyésztők nem tartják be, és ezzel ez fölmerül ebben a fogyasztóvédelmi problémák, meg kérdések, meg dilemmák, hogy hát ezt ígért a standard, ti meg már évtizedek óta nem tudjátok ezt hozni. De mondom, amit a standard ígér, az annyira extrém, és annyira durva, és annyira beszűkíti a spektrumot, hogy kontraproduktívá, kontraszelektívá tud így válni ebben a formájában. Hadd legyen egy küllemi oldal is, a szín például, én mert tudom, hogy ezt nem sokan nem tudják elfogadni, de én például a színbe is belenyúlnék, ott is lazítanám, nem kellene megkötni ennyire a színt, nem kellene ennyire megkötni a szőrtípust, és ami nagyon nehezen értenek meg az emberek ebben az esetben, hogy önmagában a standard, tehát mindig össze kéne vetni a populáció mérettel. Mert ha van egy hatalmas populáció, akkor megengedhetek magamnak egy nagyon részletes, nagyon exakt, nagyon precíz standardet. De ha nagyon kicsi a populáció, és az elsődleges az, hogy jó pásztorkutya legyen, akkor a standardetből kell kidobáljak mindent. Olyan, mintha egy süllyedne egy hajó, és dobálunk ki mindent, hogy megmentsük. Tehát egy kis populációnál, mint például a kuvasz, hogy ön erre utalt, ha jól emlékszem, nem szabad ilyen részletesen, főleg küllemi részletességben standard írni, mert ugyanúgy kontraproduktívá válik, hiszen ha az a cél, hogy pásztorkutya legyen, az már önmagában egy olyan komplex dolog, ami nincs is benne a standardben, ez a másik kérdés, de ha már küllemi oldalon is egy ilyen komplex igényt támasztunk, egy ilyen kis populációnál, az teljesen kontraproduktív, számomra kicsit őrültségnek is tűnik, hogy amikor ezt nézem, akkor ezek az emberek hogy nem gondolnak bele, hogy ekkora populációból ezt nem lehet teljesíteni. Azt hiszem, hogy le kell keverjelek. Okay. Bár így is több időt adtam Kuvaszról, én szó, minden szemben. Sziasztok, Orvendi Gábor vagyok, az Ipoly völgyéből érkeztem. És a kérdésem az lenne, hogy a Váci hölgy feltette, hogy mi lesz azokkal a kutyákkal, akik pásztorkutyaként nem válnak be. És ugye lett egy ilyen válasz rá, hogy bekerülhetnek városi kutyaként. Én kérdezem azt, hogy esetleg nincs-e annak a veszélye, vagy nem látszódik annak a veszélye, hogy a későbbiekben azzal a kutyával, ami nem felelt meg pásztorkutyaként, mégis tenyésztésbe fogják venni, és tenyészteni fognak. Mi lesz azokkal a kölykökkel, aki a kvázi selejt kutyának az utódja lesz, és minden joga megvan ahhoz, hogy
szaporodni tudjon, mert törzskönyvezett, akár tenyészemlét is meg tudja kapni. Köszönöm a válaszot. Igen, itt is egyrésztről az emberi oldal, látszik tényleg azt az előadást, amit meg kell tartani, az emberi oldal is bekapcsolódik, de hadd mondjam el, hogy mi van nálunk terepen egy ilyen helyzetben. A pásztorkutya falkába nem szaporodik minden kutya tovább, még az sem, amelyik valamilyen szinten megfelel, hanem csak a legjobb. Nálunk azt csinálják, hogy herélik a kutyákat. Tehát azt lehet mondani, hogy hirtelen azt lehet mondani, hogy három kategória van. Van a legjobb kutya a falkába, ami szaporodik, ami ivaros marad. Vannak azok, amik úgy mondjuk csúnya szó, hogy végtermék, hogy ő a melós, ő a, mind a méheknél a herék, akik, illetve a dolgozók, akik dolgoznak. És van az a kutya, ami nem válik be, és az kiesik ilyen-olyan okoknál fogva. Na most, ha ezt próbáljuk átkapcsolni a urbánus, rurális városi tenyésztésre, illetve magyarországi tenyésztésre, ezt úgy lehetne szerintem etikusan megvalósítani, hogy az a kutya, ami pásztorkutyaként már kevés, de még egy családnál teljesen jól el van, akkor azzal nem kéne pásztorkutya tenyésztést folytatni. Az más kérdés, és az a morális oldal és az emberi oldal, hogy esetleg mégis csinálják, de ha rendben van egy ideális világban, egy ideális gazdánál van ez a kutya, akkor azt mondja, hogy a tenyésztő azt mondta nekem, hogy ez valamiért nem alkalmas pásztorkutyának, akkor nem tenyésztek vele, még akkor is, ha ivaros. De ez már a morális oldal, ezt erre rá kell bízni. Esetleg lehetne valahogy ellenőrizni a tenyésztési szervezetek oldaláról, hogy akkor mindenféle vizsgálathoz kössék a tenyésztést. Amik, ahogy most vannak, az teljes nonsense, az egy vicc, de ezt lehetne esetleg sokkal jobban csinálni, olyan szűrések alapján, mint az legelső kérdésnél vázoltam, és ezt a listába lehetne venni, és esetleg be lehetne kapcsolni tenyészalkalmassági vizsgákat, nem úgy, hogy két évesen megnézzük, hanem akár követünk almokat, és akkor amelyik ilyen kutya, akkor ellene ugyanígy osztva, hogy ez tenyészkutya, ez végtermék abban az értelemben, hogy ivaros, rendben van, szerethető, még működik is adott környezetben, de nem tenyésztünk tovább vele, és akkor ott van az, ami még nem is működik, de ez már egy kényes kérdés. A lényeg az, hogy így lehetne a városi tenyésztésben is kategorizálni a kutyákat, és nem kell továbbvinni föltétlenül a nem teljes pásztorkutyákat, de attól lehetnek jó családi kutyák, lehetnek meghatározó egyéniségei a családnak és szerethető kutyák. De nem kell tenyészteni velük. Szervusztok, Daniel Diaz vagyok, és a módszertan kapcsán lenne egy kérdés, mert a tenyésztési módszertanot kapcsán, Laci, hogy ha van egy népes dolgozó populáció Erdélyben, ami már generációk óta munkáltal szelektálódik, és az úgy rendelkezésre áll és kézközelben van, akkor mi a indok mögötte, vagy mi a szándék azzal, hogy kis magyarországi kutyákat kivinni és azokat beállítani tenyésztésbe, vagy esetleg olyan kutyákat, hogy más jellegű megmérettetéseken vettek részt, akár kiállítás, akár munka, akár egyéb, de innen Magyarországról. Hú, nem, elnézést, nem értettem mi az meg a kérdést. Van egy dolgozó vegyes állomány Erdélyben. Van egy nagy populáció, ami dolgozik. De azok többnyire keverik kutyák, többnyire. De te is keverékekkel dolgozol, nem? Persze. Tehát persze. Akkor igen, vannak ezek a keverékek. Most én a te konkrét módszertanod kapcsán. Tehát vannak ezek a pásztorkutyák generációk óta szolgálnak az állat mellett. Ugye végzik ezt a transzformáló, vagy ilyen szemihagyományos pásztorkodást, ami ott van. Akkor mi a indok a mögött, vagy mi az elképzelés a mögött, hogy kis Magyarországról állítani kutyákat tenyésztésbe? Hogy visszahozni Magyarországra, nem, onnan kutyát? Nem, például, amikor te idejössz, vagy te Magyarországról vásárolsz kutyát? Hát nem biztos, hogy jól értem, próbálok rá válaszolni. Arra gondolok, hogy amit a Istvánik is végeznek, hogy nem azért hoznak ki kutyákat, mert nekünk olyan nagy szükségünk lenne kutyára, hanem azért hoznak ki kutyákat, mondjuk kuvasz kutyákat, vagy komondorokat, hogy ott kipróbálják őket, egy komplex, igazi pásztorkutyás szelekciós nyomás alá helyezzék őket, és amelyikbe válik, azzal aztán mindenféle tenyésztési projekteket lehetne megvalósítani. Jól értettem? Jól válaszoltam? Nem, mert én értem a kijelzéseknek a lényegét. Én azt, mikor te magadnak állítasz elő saját célú keverékeket. Igen. Ha ennyi kutya van Romániában, akkor miért jössz te Magyarországra kutyát vásárolni? Igen, gyakorlatilag igen. Ja, értem. Hát most egy példa kaptam ajándékba két dagesztáni volkodáv származású kutyát, és azért fogadom el, és azért viszem boldogan haza, mert nagyon kíváncsiak a keleti kutyákra, amik onnan származnak. És mivel oda a székelyek nem hoznak, mert nincs nekünk akkora kutya piacunk, és főleg olyan árszínvonalon nincs, hogy megérje, ezért én ezt kihasználom, hogy Magyarországon van egy
egy sokkal fizetőképes kereslet ilyen egzotikus kutyák iránt, és akkor én erre lecsapok mi lehetőségre. De ebben nincs semmi tenyésztési módszertan, csupán egy opportunizmus, hogy hoppá, vagy behoznak kangalokat, amit hozzánk nem, és akkor én ebből tudok hazavinni és kipróbálni, megnézni, mert ezekből rengeteget lehet tanulni. De a tenyésztésben nagyon kevés kerül be, mert az én igényeimet nagyon kevés kutya érje el arra a szintre, hogy oké, bevonom a tenyésztésbe. Mert már próbáltam ilyen dagesztáni volkodávot, és bizonyos dolgokban eldöbbenetes teljesítménye volt, de összpásztor kutyaként nem működött volna, és így nem került be különösebben a tenyésztésbe. Tehát akkor gyakorlatilag kísérletezem, meg próbálkozom, meg... Folyamatosan. Annyira bonyolult a pásztor kutya, hogy egyszerűen életen át kellett kísérletezni, és még nem jutott el a végére, de lehet, hogy felig sem. Tehát ez... Jó. Köszönöm. Szívesen. Nem is kell visszajönni, a Gábornak volt következő. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye itt elhangzott az ivartalanítás. Magyarországon belül általában az a kialakult vélemény, ami kering a köztudatban, illetve az is, amit látunk, hogy az ivartalanított kutya elhízik, lusta lesz, nem úgy dolgozik, mint ahogy kell. Hogy ezt erről mi a meglátásotok kint? Igen, azt hiszem, hogy értem a kérdést. Az a helyzet van nálunk, hogy mi ezeket a herét kutyákat csak eredeti környezetben látjuk, és falkában is. Ez aztán mindent megváltoztat. Ugyanis mondok egy olyan egyszerű példát, tegyük föl, hogy a kutya lelassul a herélés miatt, mert hogy tesztoszteron szintje lecsökken, és ugye a tesztoszteron tudjuk az energiaadó, az energia felpörgető hormon, és valószínűleg, hogy tényleg lelassul önmagába a kutya. Na, de mivel falkában vannak, ugye az etológia fölülírja a hormonális dolgokat, illetve módosítja. Mert lehet, hogyha egyedül egy háznál tartok egy kutyát és kijárjenem, akkor látom, hogy nem őriz már olyan éberen. De mivel mi falkában látjuk ezeket, hiszen azért heréljük, hogy tudjanak falkában együtt működni, azt látjuk, hogy lehet, hogy ő lelassulna magába, de mivel van általában egy szuka is a falkában, amik általában legpörgősebbek, meg van egy ivaros kan is, azok ugyanazt a tempót diktálják. És itt ugye a falkában az a lényeg, hogyha egy kutya indul, egy kutya mozdul, megy vele a többi. Tehát, hogy az nem fordul elő, hogy akkor ő elfekszik ott, és a többi megy. Tehát ha elindul az, amelyikben megvan ugyanaz a hormonszint, akkor ők mennek, csatlakoznak be hozzá. Tehát ezt nem érzékeljük, hogy a falkánk lelassulna azért, mert a 4 egyéves kutyát, vagy az 5 egyéves kutyát kiheréltük, és csak maradt egy. Tehát ezt a lassulást nem érezzük. Amit érzünk, hogy most már erről beszélek, hogy a néhány héten, akár hónapon belül is a belső agresszió, ugye én mindig beszélek a kifele irányuló agresszió, meg a befele irányuló agresszió, a befele irányuló agresszió lényegesen lecsökken, megszűnnek a belső villongások, illetve tompítódnak, finomodnak, és ez nagyon jól tud működni. Viszont ugyanez van, lehet, hogy a kifele irányuló agresszió is csökkenne, de mivel van egy ivaros kanom, és az ugyanazt viszi tovább, ami addig volt, ő viszi magával a többi kutyát. Tehát nem érezzük ezeket a dolgokat, amik valószínűleg mérhetők és kimutathatók lennének, de a falka etológia ezeket mind fölülírja. És a táplálék hasznosítása meg az, hogy ez pont jól jön, hogyha valamiért lelassul az anyagcseréje, a falka úgy is viszi, de önmagában viszont, ha lelassul az anyagcseréje, pont jó, mert úgy is soványok általában a kutyák. Tehát, hogyha egy kicsit hízlékönnyebb lesz, az még pont jó. Mert nagyon ritkán látni, hogy most elhízik azért, mert meg van herélve. Mert nagyon kevesen tartanak annyira jó kutyákat, hogy el tudjon hízni, hogy a lecsökkenő anyagcseréje elhízáshoz vezessen. Úgyhogy ezek a problémák valószínűleg egy tartásban jelentkeznének, egy-egy kutyás tartásban háznál, de mivel itt falka van, és rideg életkörülmények, hogy enyhén fogalmazzak, ezek így nem tudnak megjelenni. Csak az előnye jelenik meg, hogy a belső agresszió lecsökken, és akkor a falka sokkal kezelhetőbb, sokkal kevesebb a marakodás, sokkal kevesebb a sérülés, viszont kifele ugyanúgy megjelenik. És a területőrző, azt látjuk, hogy a területőrző agresszió, az ember elleni agresszió nem csökken a heréléstől. Tehát az marad, az nem hormonális vezérlésű. Köszönjük szépen! Sziasztok, én Jármai Nóra vagyok Budapestről, és egy családi kutyaiskolát vezetek, és az az igazi hardcore családi kutyaiskola, tehát ahol a nagy kert a 600 négyzetméter, és amikor valaki pásztor kutyát szeretne, mondjuk jön egy vanabi gazdi, hogy ő szeretne egy jó kaukázusított otthon, nagy a kert, akkor mondhatom azt neki jó szívvel, hogy van ilyen neki. Mert hogy az előadásaid alapján, hogy aki nem jó pásztor kutyának, kvázi a selejt, az még elmehet a családi kutyának, de hogy van olyan pásztor kutya, aki családi kutyának tényleg jó? Vagy mondjam inkább, hogy legyen Bernát Edith, az is nagy. Szerintem van olyan pásztor kutya, amelyik családban nagyon jó. Én
Erről tartottam előadást, illetve hosszan taglaltam ezt, úgyhogy erre így most nem fogok, még talán a 3 percet sem fogom kihasználni. Ha a lényeg az, hogy a jó pásztorkutya, azért támogatjuk mi masszívan, ez egyik ok, ez pont, mert nagyon jó beválnak családnál. Tehát, hogy nem az van, hogy csak a selejt válik, hogyha elnézés, hogyha ez ilyen félreérthető, hogy csak a selejt válik be családnál. Nem. Az igazi jó pásztorkutya nagyon jó beválik családnál. A nagy hátránya az, és ezt mindig mondjuk, hogy mivel alapvetően egy óvatos állat, van benne egy természetes óvatosság az új, az idegen dolgok iránt, ezért kell egy plusz munkát belefektetni a fiatal korába, hogy szocializálni a városhoz, azokhoz a élethelyzetekhez, amiben bele fog kerülni nagy korában. Mert nagyon sok olyan kutya van, ami nem pásztorkutya, annyira magabiztos, annyira nem óvatos, hogy egész évben a udvaron tartod, fölneveled 1 éves koráig, kimész vele, és nem fél semmitől is. Ez nagyon kellemes városon, mert ott a pórázodon végén te vigyázol rá. Na most ezt a kutyát, ha kirakod nyáj mellé, akkor nem biztos, hogy 1-2 napnál tovább él, mert pont ezért, mert nem vigyáz magára. Na most a pásztorkutya, amelyik vigyáz magára, annak az az alap, hogy óvatos. Ez viszont kellemetlenül csapódik le a városba, mert ha nem viszi ki, és nem tölt el vele elég időt, hogy szocializálja a városi körülményekhez, akkor az lesz a benyomás, hogy neki félős a kutyája. És a tenyésztőt azzal vádolja, hogy félős kutyát adott neki. Lehet, hogy igen, de lehet, hogy csak egy óvatos kutyát adott neki, hogyha beletette volna azt a szocializációs pluszt, amit egy pásztorkutya igényel, akkor nem lenne semmi gondja, mivel nem tette bele, így gondja van. És egy másik kutyával, egy akármivel, meg nem lenne ez az igény, hogy beletegyen plusz munkát, mert egy évig nem volt kint, kiviszett, nem fél semmitől. De nem tudom, hogyha érthető. Tehát a jó pásztorkutya, a nagyon jó családi kutya, csak megvan az a plusz költsége, az a pluszköltsége, hogy sokkal masszívan, komolyabban és rendszeresebben kell szocializálni, mint egy 50 éve vagy 100 éve városba tenyésztett kutyát, viszont szerintem visszahozza az árát, mert kevesebbet kell menni állatorvoshoz vele, sokkal kevesebbet kell enni adni, és nem fogja annyi mindent szétrágni, mint az a városi kutya. Tehát én úgy gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen olcsóbb egy jó pásztorkutya, de rövid távon jelentkeznek ez a plusz költség, és a legtöbb ember rövid távon gondolkodik, és akkor úgy érzi, hogy ez neki vagy nincs rá lehetősége, vagy aztán nem teszi meg, és ugyan azt mondja, hogy a kutya a hibás. De még egyszer hadd fejezem ezzel be, hogy a pásztorkutya az egy nagyon jó családi kutya, és még annyira jó családi kutya, hogy még a selejtes is tud jó családi kutya lenni. Nagyon szuper, mert ha megérhet, hogy nem fogsz beleférni 3 percet, akkor pont beleférni. Köszönöm szépen. A Zsugerbe ötletet. Sziasztok! Kovács Erőd vagyok. Én is egy kuvasz gazda, és rövid leszek, tehát hogyha felelősség teljesen akarom ilyen ugye, város környéki körülmények között szelektálni úgymond mondjuk a kiskutyákat, akkor mi az a gyógyszer, tehát védőoltás, féreghajtó, amit, tehát hogy nagyjából semmi, vagy amelyik kutyának kell, akkor azt mondjuk ivartalanítom és megy családi házhoz, vagy hol kell meghúzni ezt a határt, hogy elég jó legyek a fajtának a fennmaradásához. Úgy értettem, hogy 2 része van a kérdésnek. Egyrészt, hogy mennyire kell gyógyszerekkel, meg féregtenítéssel megtámogatni. A másik rész az, hogy mit adjon ki el a vásárlóinak. Jól értettem, hogy ilyen kettős a kérdés? Hát, elég az első kérdésre a válasz. Igen, így összetudom akár kapcsolni is a kettőt, így, hogy egy kicsit jobban kifejtette. A természetes környezetben valóban nem féregtenítenek, sokszor nem is oltanak, csak a kötelező veszettségoltást adják be, mert ugye az kötelező. Ez egy nagyon durva szelekciós nyomás. Tehát az a kiskutya, amelyik egy parvóból föl tud állni, hát most körülbelül az van, hogy még nálam a keverékek is 10-ből 1. Tehát 9-et simán elvisz a parvó, de egy föl tud állni, és erre rá lehetne állni esetleg, hogyha az embernek ilyen irányú igénye van, és lenne akkor a populáció, hogy megengedjük, hogy még erre is tenyésszünk, hogy akkor azt tenyésszük tovább, és X generáció után lennének olyan kutyáink, akik már 50%-ban immunisak a parvóra, aztán 60-70, és így tovább. Tehát ki lehetne így alakítani egy immunitást. Ugye a gyógyszeripar, az állatorvos ellenérdekelt, neki az a pénz, hogyha eladja a féregtelenítőt, a parvó oltást, és a kettő össze is függ igazából, mert azt mondják az orvosok, én ezt nem értek, hogy akkor tud jó immunrá választ adni a kutya, hogyha előtte féregtelenítve van, és akkor így összekapcsolják a kettőt. És mondják, hát oké, oltasd be, de előtte féregtelenítsd is. Ez így, fogadjuk el, hogy ez így összetartozik a kettő. Ha kiemeljük a kettőt,
akkor marad egy kutya férgesen, és esetleg jön a parva, és 10-ből 9-et elvisz, de el tudok képzelni egy fajta tiszta állományt, egy beltenyésztett fajta tiszta állományt, hogy eltakarítja a parva az összes kis kutyát. Na most ezt ugye nem vállalja föl ma már egy ember, szörnyű dolog kis kutyákat elásni, eltemetni, és akkor inkább olt. De van egy ilyen lehetőség, hogy akkor kemények vagyunk, és elkezdünk erre szelektálni. De én azt gondolom személyesen, ez csak a személyes véleményem, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok még, amire jobb szelektálni, amik egy életen át sokkal jobban játékba jönnek, és akkor inkább arra szelektáljunk, és ha már azok mind működnek, akkor esetleg erre is lehetne. De azt hiszem, hogy van ennél sokkal fontosabb, amire érdemes szelektálni. De ez is játékba jöhetne abban a pillanatban, hogyha van elég populációnk, és van elég minőségünk már. Köszönöm. Nagyon szívesen. Következő kérdés van. Sziasztok, Tóth Zsuzsanna vagyok. Lenne egy olyan kérdésem a kettővel ezelőtti hozzász vagy kérdéshez kapcsolódóan, hogy mennyi idős korába ivartalanítjátok a kutyákat, hiszen ugye az agresszió szintnek van egy kicsúcsosodása, amikor már látod azt, hogy ember ellen agresszív, illetve hogy védi a területét. Gondolom ezt meg kell várni ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy a kutyának a valódi énjét lásd, és azt, hogy ezt ivartalanítani kell, vagy nem. Szóval a kérdés az csak arra vonatkozik, hogy mennyi idős korában ivartalanítod a kutyát, mielőtt eldöntöd, hogy alkalmas lesz-e a tovább tenyésztésre, vagy se. Igen, ez elvileg egy nagyon plasztikus dolog kellene legyen. Tehát nem szabadna erre formulát megadni, ugyanis ha visszatérek arra a példára, hogy már kiskutyám annyira agresszív, hogy ki kell emelni a falkából, akkor elképzel, indokolt lenne már akkor sterilizálni, amikor még olyan kicsi, de azt még nem próbáltuk soha, hogy ilyen kiskorba kiheréljük, és akkor nézzük, hogy az agresszió szintje visszacsökkene. Nálunk a gyakorlat, amiről gyakorlat alapján tudok beszélni, az, hogy a nemi érés táján ugrik meg az agresszió szint, ugyanúgy a kutyáknál, mint a, ugye most általában nálunk kantenyésztés folyik a szukák, olyan származékos tenyésztés folyik csak a szukáknak, a szukák mindig utólag értékelődnek föl, de erre most nem megyek bele. Tehát a kantenyésztés a mérvadó, abból vannak tapasztalataink, és azt látjuk, mind a férfiaknál is, hogy a nemi érésnél van egy ilyen tüske, az agressziós tüske így megugrik, az agresszió megugrik, és akkor látszik, hogy egy addig esetleg jól működő falka, ami addig oké volt, akkor már kezd döcögni, mert már annyira agresszívakká válnak a kutyák, hogy akkor kell herélni. És ez annyira adja magát egy normális pásztornál, mert ő jól el van a kutyájával, és akkor látja, hogy most már nagyon kezdnek verekedni. Most már kettőt nagyon kiszúrta egymást, és akkor ugye ez veszélyes falkában, mert a kettő összeverekszik, általában bekapcsolódik a többi is, és ez egy külön izgalmas dolog, hogy miért annak az oldalán kapcsolódik be, amelyiknek az oldalán bekapcsolódik, de a lényeg az, hogy ő ezt érzékeli, és hogy el akarja kerülni, akkor eldönt, hogy oké, most herélünk. És akkor herél, és egy-két hetet, ha már így kibír, akkor utána szépen elkezd vissza csökkenni az agresszió szint, és akkor a kezelhető szintre kerül, és onnantól kész van. Tehát mondom, hogy az élethelyzet, ahogy hozza magát, amikor már tűrhetetlen a dolog, akkor herél, és azért jó ezt húzni, és még így is sokszor elkapkodják, elsietik, mert ugye van olyan, hogy már egy éves korban nagyon éles helyzet, és kell herélni, de közben még a kutyák éretlenek, vagy van egy köztük, amelyik nagyon éretlen, és mikor kiherélik őket, akkor még egy év után annyit fejlődik, még herélten is egyéb dolgokban, hogy kiderül, az lett volna jó. Azt kellett volna meghagyni, de pont kiherélte. Pont kiherélte, és akkor tűnik a fejvakarás, akkor most mi legyen? De viszont muszáj megtenni, mert a falka, hanem megöli valamelyiket, vagy szétesik, vagy nem működik jól, mert az állandó agresszió aztán morzsolja le őket idegileg is, meg fizikálisan is. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy terhelés jelent, és hogy a heréléssel ezt megkönnyíti, újra oldalatlan elkezd működni a falkája. És neki a legtöbb pásztor nem tenyésztő, a legtöbb pásztor eszközként használja a kutyát, a kisebbség az, aki szereti, aki még tenyészteni is akar. És akkor ők ezért nem tesznek plusz energiát bele. Amikor már a falka nem kezd jól működni az agresszió miatt, akkor herélnek. És ezt így az élet ki kényszeríti, hogy ezt ha tudatosan átveszed és csinálod, akkor lehetne egy ilyen plasztikus formát kialakítani, hogy látod, hogy baj van, de inkább szétszeded őket, a kenelekbe osztod kis csoportokra, mert azt mondod, még csak egy éves, lehet, hogy ő lesz a legjobb 2 éves korára. De mondom, de az viszont akkor nem kell herélni, és akkor nem kerül be ez a játék. Ott, ahol meg herélnek, ott meg a munkateljesítmény, a mindennapi követelmény meghatározza azt az időpontot, hogy tűrhetetlen már a helyzet, muszáj volt kiherélnem.
muszáj kijelni, mondja a pásztor nekem, vagy annaknak, akik kihelyeznek kutyákat, mert nem csak én csinálom, szerencsére most már, és akkor vonogatják a vállukat, hát igen, az lett a jobb, de most már nincs töke, és akkor nem lehet vinni tovább. Ez egy érzékeny pont volt, igen. 3 perccel. Igen. Okay. Köszönjük.